Elo. Na, eldőle ez a párharc. Elo tehát nagy lendülettel rávezeti. Elo, Belavi! Magyar kupa győztes, a Budapest Jégkorong Akadémia. 6 év után újra a korábban Mac néven szerepelt csapaté lesz a trófea, és Zsinórban negyedszer veszíti el a döntőt a Hidrofehérvár AV19. Egyszer a Ferencváros, kétszer a Deac, most pedig a BIA ellen. Még a harmadik játékrész előtt kérdezted, hogy hogy bírja majd a BIA, mondtam, lehet, hogy elmenek egy ilyen szituáció, és tulajdonképpen Kanyabalázs. Hát nagyon visszafogott volt ez a mosoly. Marton Tibor is ott, de hát itt a játékosok, ők egy kupacban. Ez egy végletekig kérdezett, ilyen orosz rulett volt szinte. Nagyon meghatódik közben, ez kénekelték a sajtot. Vízilabdában ugye ilyenkor van az, hogy repülnek a stáb tagjai, az edzők, de itt még a jégre sem mennek be Kangyalék, pedig lehet, hogy szíve szerint ő is bement volna. Itt van még egyszer Elo büntetője, gyönyörűen felemelte a felsőbe. Szekeres Péter mikrofonja előtt már is egy interjú, alany méghozzá Kangyal Balázs. Balázs, nem mentél be a jégre, de fültől fülig ér a szád. Gratulálok a győzelemhez. Hogy érezted, min múlott ez a győzelem? Mi volt az a kis különbség köztetek, illetve az ellenfél között? Nagyon nagy különbség nem volt. Az első harmad batán a legjobb játékot láttam ettől a csapattól. A második harmad a kiállítások miatt az felborult. Azt csak valahogy túléltük, és utána már a nyomás azért rajtuk volt. Akkor betaláltunk egy ellentámadásból, utána nagyon jól kontrolláltuk a játékot. Helyzetek megvoltak. A szétlövés meg egy ilyen történet. Azt el kell mondani, hogy nagyobb vesztenivalója az ellenfelünknek volt, nem nekünk. De szerintem kiváló mérkőzés volt, mind a két csapat megérdemelte volna. Ilyen a sport, úgyhogy élvezzük minden pillanatát. Azt mondtad tegnap kora délután, hogy nektek öröm, hogy itt lehettek a négy között, és ti lettetek a legjobb csapat. Úgyhogy tegnap azt mondtad, hogy nagyon rosszul játszott a csapat, de ez a múlt év, abidék nagyon nagyot küzdöttetek. Igen, mi nagyon jól játszottunk ma. Ugye a kollégám mindig elmondja, hogy mit kell mondanom a riportoknál, de tényleg az a most is. Mi egy kis csapat vagyunk, és örülünk minden pontnak. Ez a mai pont, ez pedig egy kupa győzelmet ér. Gratulálok neked. Éppen szóba hozta Balázs, Marton Tibort hívom magamhoz, hogy mindig elmondott, hogy mit kell nyilatkozni. A játékosoknak pedig jól elmondtátok, hogy hogyan kell megnyerni ezt a mérkőzést. Igazából a Balázs a jó zsarú, én meg a rossz zsarú vagyok. Ő azt mondta, hogy a srácok élvezzék ezt a meccset. Én azt gondolom, hogy élvezték is, úgyhogy ami benne volt a tankban, az ki is jött most. Ti is élveztétek itt a kis padon, vagy óriási volt a nyomás? Nem, nincs nyomás, de valaki megnézi a power ranking-öt, akkor azt hiszem 8. helyre voltunk rakva a szezon elején, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor a surranó pályán besurrantunk. Gratulálok hozzá! Köszönjük szépen! Erszteri Gábor is kiválóan szerepel a BIA együttese, úgyhogy az első trófea megvan, de könnyen lehet, hogy ebből lesz még majd egy második is a szezon végén. Bánhegyi Zsófia a Szerencsejáték ZRT képviseletében, és Csuk György a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, azok, akik átadják a két csapatnak a díjakat elsőként a fehérvári oldalról. A meccs legjobbja horvát Milán lett, és közben Szekeres Péter már ott van a másik oldalon, Kevin Konstantinnal, úgyhogy akkor gyorsan hallgassuk meg a másik vezetőedzőt is. Köszönöm, Attila. What do you think about the match? It was a very important and very exciting match. Nagyon izgalmas, nagyon jó mérkőzés volt. Mi volt az a kicsi különbség a két együttes között? Tényleg nem volt sok különbség a két csapat között. Az első harmad nagyon szoros volt, a második kifejezetten jól sikerült számunkra, és jó lett volna, hogyha több gólos különbséggel tudjuk megnyerni azt a harmadot, mert itt csak egy gól maradt, és az igazán nem sok jégkorongban. Aztán a harmadikban elkövettünk egy nagy hibát, abból született az egyenlítő gól, de hát ilyen a jégkorong. 3-3 ellen, aztán a büntetők, ott már tényleg minden megtörtént, azt már bárki megnyerheti. Gratulálok a csapatomnak, jól játszottak. Köszönjük szépen! És valóban
A fehérvári együttes jól játszott ezen a mérkőzésen, viszont nem ért kupagyőzelmet. Most már sorozatban negyedszer a Hidrofehérvár a V19. 2019-ben tudták utoljára megnyerni a kupát. Akkor éppen a Béja elődje a Mac Újbuda ellen 6-3-ra Székesfehérváron. Közben sorra átadásra kerülnek az ezüstérmek, érmek a nyakakba, itt aztán csalódottan jó néhányan azonnal le is vesznek onnan, majd utána mennek sorba, gratulálnak az ellenfélnek, a győztes csapatnak, a Budapesti Jégkorong Akadémiának. Ugye ezen a nevén az első trófáját szerzi a Béja, de mondom összességében ez azért a második kupagyőzelem 2017, tehát 6 esztendő után, akkor a DVTK-t verték 3-2-re, most pedig a Hidrofehérvár a V19-et, és tényleg érdekes dolog ez a... Akkor még nem folytatjuk ezt a gondolatot, mert hogy Erdély Csanád, ott van Szekeres Péternél, tiétek a szó. Köszönöm, Attila. Hát köszönjük az élményt, szerintem fantasztikus volt. Nyilván nektek ez kevésbé volt öröm a végén, de nagyon nagy küzdelem volt, és igazán jó mesti. Hogy éltétek meg? Én azt gondolom, hogy nem voltak olyan, túl sok olyan pillanat volt, ami nem tetszett a játékunkban. Tehát voltak olyan, nem volt elég eleget náluk a korong, nem becsültük meg eléggé a korongot. Én azt gondolom, hogy még ennél is többet kellett volna náluk a korong legyen, és amikor előttük voltak a helyzetek, azokat be kellett volna verni. Van még ebbe? Van még nagyobb lendület? Mert a második harmadban gyakorlatilag a kapuralövések aránya óriási különbséget mutatott. Igen, csak ezt a játékot iskorra játsszák sajnos, és a jó pillanatokban nem mentek be nekünk a korongok, és ebből a Mac pedig, hogy a Budapesti Jégkorong Akadémia pedig jól tudott kontrázni. Beszéltünk arról, hogy az idei szezonotok nem úgy alakult, ahogy elterveztétek, de azért ez a meccs egy nagy küzdelem volt, ad azért lelki erőt, mert mentálisan gondolom segített. Nyilván ez most egy kicsit kitekintés volt nekünk a szezonból. Én nagyon sajnálom, hogy megint nem sikerült idén. Tényleg nehezen találom most a szavakat. Azt gondolom, hogy most kell próbálni kell a következő meccsekre koncentráljuk, de nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez nem jött össze most. És hát az pedig mindenképpen sajnálatos, és pont erre akartam rátérni, hogy most már ez a negyedik esztendő, amikor a döntőt elveszíti a Volán, a magasabban jegyzett ligában szereplő csapat, aki automatikus résztvevője ennek a négyes döntőnek, és akkor mindig az jön, hogy a szurkolók részéről, a kommentekben, hogy de akkor miért? Akkor miért kapják meg a lehetőséget? Miért nem selejteznek ők is, mint ahogy a többi csapat? Sokkal feszesebb az osztrák bajnokság, sokkal több az alapszakasz. Nyilván egy magyar kupához az Erste Ligát hozzá lehet igazítani, az osztrák az nem. Most is egy hosszú távoli túráról jött vissza a Volán, nem sikerül nekik. És Szekeres Péter pedig odalépett a meccs egyik hősihez, Farkas Rolandhoz. Gratulálok ez a mérkőzéshez. Nem tudom, amikor az ember az elején lejátsza a gondolataiban, hogy milyen meccs lesz, akkor ilyenről álmodik, ilyenre gondol? Köszönjük szépen, hát... Erre nem tudom, hogy gondolta valaki, hogy szólókkal fogunk nyerni, elképesztő érzés. Na és akkor egy ilyen kupadöntőn 4 büntetőt védeni, az még megfokozni le, ez még fokozza az élményt. Hát igen, elképesztő, tehát nem jutok szavakhoz. Szerencsére 4 büntetőt ki tudtam védeni, mi 2 lőttünk, szerencse is kellett hozzá. Hogy látott azért hátul, vagy látod az egész játékot? Miben voltatok ma jobbak? Hát szerintem elképesztő kompaktan játszottunk. Néha problémák voltak a második harmadban a védekezésre, de a harmadik harmadra összeszedtük magunkat, és úgy jöttünk ki itt az első harmadba, és ez győzelemre vezetett. Mennyire átadják a kupát nektek? Suk György pedig már át is adta a csapatkapitánynak, Bozsgai Tamásnak, akinek a kezében ott van a trófea. A 2022-23-as szezon magyar kupa győztese a Budapesti Jégkorong Akadémia. És azt gondolom, hogy a 2 nap alapján mindenképpen megérdemelten. Ez nagyon kangyalos ünneplés volt, még ő vezette be talán ezt a kicsit rázom, kicsit húzom az időt, és utána a magasba röpítem. Ezt is ellesték tőle. Mosolygott is Kanya Balázs rajta. Le kellett volna védetni ezt az örömünneplési módot. És utána a Fehérvár átadja a helyet az ünneplésre a BIA-nak.
fehérváriak le is korcsolyáznak a jégről. Sérülteknek mielőbbi gyógyulást. És Findlire gondolunk Magosira. Itt a döntőben sérült meg hát mindenkinek, aki sérülten vállalta a játékot, vagy betegen vállalta, például debreceni játékosok közül, vagy azok, akik ugye betegség miatt nem tudtak eljönni. És milyen érdekes, hogy például amikor a szlovák bajnokságban ment az akkor Mac néven futógárda, nem tudott ilyen sikert, csak egyet 17-ben, ugye? De hát az meg még pont előtte volt. De a szlovák év alatt nem tudtak. De éppen a 19-es év volt az, amikor a Fehérvár akkor még ugye az EBL-ben szerepelt, a Mac Újbuda néven az ex-BA, pedig ugye a szlovák extra ligában. És ott a csapatkapitány is Szekeres Péterre, már az aranyéremmel a nyakában, Posgai Tamást írtak a szó. A tegnapi nap elején arról beszélgettünk a vezetőedzőtökkel, hogy nem ti vagytok az esélyesek, öröm, hogy itt vagytok. Most viszont mindenkit legyőzve ti ünnepeltek. Hogy érzed, hogy megkoronázta ezt a két nap kemény munkáját ez a mostani díjátadás? Hát igen, sok munka volt benne, ugye a csapat jó formában van mostanában. Beletettünk tegnap is nagyon sok mindent, de nem úgy játszottunk a győzelem ellenére, hogy szerettünk volna. Hát a mai meccs meg mindenki tudja, hogy egy óriási kihívás volt nekünk, hiszen egy magasabb ligából érkező csapattal kellett felvennünk a versenyt, a ritmust, de szerencsére le tudtuk küzdeni ezt az akadályt most, és sikerrel zártuk ezt a hétvégét. Nyertetek két harmadot, hosszabbításra kényszerítettétek utána a végén, amikor egyenlítettetek az ellenfelet. Volt még tartalék bennetek? Mert azt hiszem, hogy nagyon-nagyon izgalmas és óriási íramú mérkőzés volt. Hát elképesztő tempó volt, nyilván a Fehérvár nagyon nagy nyomást helyezett ránk többször is. Hát nagyon jól tartottuk magunkat, a kapusunk az nagyon brillírozott, úgyhogy mindenki beletette a munkát, és hát sikerre zártuk. Egy nagyon tapasztalt játékos, hogy kell ilyenkor külön a szünetben beszélned a játékosokkal, mondjuk például a második harmad után, amikor az ellenfélnek nagyon nagy előnye volt. Persze, nyilván nekem volt részem több ilyen csatába, átom majd a tapasztalatot, de szerencsére ez a brigád nagyon együtt van, mindenki nagyon segíti egymást, az utolsótól, az elsőig, a legfiataltól, a legöregebbig, ami én vagyok, úgyhogy együtt csináltuk meg. Mennyit ad ez lelkileg a bajnokság hátralévő részére? Biztos, hogy egy óriási lendületet ad továbbra is nekünk, ugye most jön majd még egy pár forduló van a rájátszásig, és utána következik a szezon legfontosabb része nekünk, de hát biztos, hogy egy nagyon komoly kis löketet ad ez nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Hát egészen pontosan három mérkőzés van még a BIA számára, Ferencváros, a FEO és az Újpest ellen, így az alapszakaszból, ahol még megnyerhetik akár az Erzs Liga alapszakaszát is, megerőzhetik még a Gyergyót, és aztán utána jön majd a rájátszás, a negyeddöntő, amire rá tudnak pihenni, lesz majd ott egy hét számukra, ami pihenőt jelent, hát a fehérváriak pedig ugye nem sikerült számukra ezt a pozitív a hajrára, ezt a pozitív dolgot megszerezni itt ezen a kupa hétvégén, nem sikerült a kupa győzelem, ami számukra a szurkolók felől mindig egy alapvető elvárás szokott lenni, a játékosok számára pedig nyilván az ember nem mondja azt, hogy ez egy másodlagos feladat lenne, egy kupa, mert azért nyilvánvalóan nem az, és tényleg látható volt itt a döntőben is, hogy tényleg mindent beleadott a Fehérvár, ez a mai napon erre volt elég. És erre volt elég, igen, a Konstantin mester mondta a meccsen, egy bajnoki Champions Game, vagy Final tulajdonképpen, de azt most éppen Farkas emelgeti, amiért megy, és tényleg a Fehérvárnak ez egy kiruccanás, de nem ízlik az utóbbi négy évben. Egyesével, a trófeával korcsolyáznak oda a játékosok a szurkolók elé, Szekeres Péter előtt pedig ott van Nagy Krisztián. Gratulálok ez a győzelemhez. Tegnap oroszlán részt vállaltál a döntőbe kerülésére, hiszen két asszisztod volt. Ma is elképesztőt küzdöttetek. Mindent kiadtatok magatokból ezen a mérkőzésen? Igen, úgy gondolom, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy az, hogy kilövi a gólokat, kiszerzi az asszisztokat. Minden egyes játékos megküzdött azért, hogy ez a mai mérkőzés jól sikerüljön. Ahogy láttuk, a Fehérvárral elhúztuk ezt a mérkőzést egészen ugye a büntetőlövésig, és hát nekünk jobban jött ki a lépés. Tegnap nem játszottatok jól, ezt mondta a vezetőedző, nyilván ti is éreztétek. Mi történik egy éjszaka alatt, hogy a csapat ekkorát javul? Én azt gondolom, hogy az átlag életkora a csapatnak egészen fiatal, és azok a játékosok, akik az Erste Liga szezon során nagyon jól teljesítenek,
ők még nem kerültek ilyen helyzetbe, amikor ekkora mondhatni, hogy nyomás alatt kell játszani, holott az edzők azok nem tesznek ránk nyomást, viszont azért mégis itt vannak a szurkolók, a kupa hangulat van, tehát tulajdonképpen ennek a nyomásnak kell megfelelni. A tegnap nap folyamán ezen túllendültünk, és a mai nap folyamán tulajdonképpen egy friss fejjel kezdtük a mérkőzést. Jó, hogy akkor tegnap volt nehéz a hátizsák, mára pedig hozzáerősödtetek? Én úgy gondolom, hogy a mai napi mérkőzést sokkal jobban kezdtük, és azokban a dolgokban, amikben gyengeségeket mutattunk a DV-t, a Deac ellen, azokban sokkal jobban teljesítettünk a mai nap folyamán. Fegyelmezettebbek voltunk, jobban használtuk a távolról a lövéseket, és hát most tulajdonképpen ennek meg is lett a gyümölcs. Köszönjük szépen. Szekeres Peti még egy interjú alanyt onnan a sűrűből megpróbál kihalászni, ami nem olyan egyszerű, hiszen ünnepelnek a játékosok, de látom, Szita Donát már kötélnek át, úgyhogy Szita Donát lesz a következő és egyben utolsó. Beszéltünk arról, hogy a fiataloknak nehéz feladat egy ilyen döntőben játszani. Hogy érezted, hogy mekkora nyomás van rajtatok, és mennyire feleltetek meg ennek a nyomásnak? Hú, én fiatalnak számítok? Hát így ránézésre. Nagyon jó, köszönöm szépen, mert na mindegy, megy az idő. Egy ilyen döntőben mindig van nyomás rajta. Mondjuk, hogyha hátranézünk és megnézzük az edzőnket, akkor nem biztos, hogy úgy néz ki, mintha lenne nyomás, de ők tényleg nem tesznek ránk egyébként. Próbáltunk felszabadultan játszani, és úgy gondolom, hogy egy nagy csatában megérdemelten. Nyilvánvalóan azért nagy nyomás helyezett ránk a volán, de nagyot küzdöttünk ezért. És az, hogy a volán az ellenfél, a Fehérvár az ellenfél, neked külön mit jelentett? Hát, nehéz erre válaszolni, az a lényeg, hogy nyertünk. Elérzékenyültél, jól láttam? Lehet, nem tudom. Tényleg azért... Mégiscsak Fehérváron nőttem fel, és a szívem csücske volt mindig ez a csapat, azért ez egy különleges élmény volt ellenük játszani. Jó meccs volt, úgy érezted, hogy ez volt az a meccs, amire mondjuk egy pályafutás végén is emlékszik szívesen az ember? Hát azt gondolom, hogy egy ilyen győzelemre mindig szívesen emlékszik majd vissza az ember. Az, hogy nekem személyesen a legjobb meccsem volt a életemben, talán nem, de igazából ez egyáltalán nem fontos most. De most látva a szemedet, emlékezetes lesz, az biztos. Biztos, persze, hogyne. Köszönjük szépen! Hát azért gyorsan megválaszolom ezt a kérdést, hogy mennyire fiatal Szita Donát, 25 éves, tehát én azt gondolom, hogy abszolút a fiatalok közé tartozik, bár ugye ebben a csapatban, ebben a BL-ban most azért már a rutinosabbak már közé van. Már nem összedi a korongot. Igen, hiszen ugye a kapusra nézünk, ugye 21 esztendős Farkas Roland, és tényleg az egyik hőse volt ennek a kupadöntőnek. A BL végül is, hogyha az eredményeket nézzük, az elődöntőben 3-2 a Deac ellen rendes játékidőben, és most a fináléban is 3-2, de büntetőkkel. És mikor lőtték a győztes gólokat? Tehát itt a büntetőknél a legvégén, az utolsó lövést, a tegnap az 57. percben, ezt meg kell tanulni, ezt így, ezeket a szoros meccseket kezelni. Szerintem nagyon jól szolgálta a csapat felkészülését, de úgy globálisan, meg a mostani szezon hajrára is. Egy kicsit visszatérnék a Fehérvárra. Tényleg volt olyan pillanata a meccsnek, illetve olyan periódus, amikor eldönthette volna a találkozót, ezzel Erdélycsán a maximálisan egyetértek, és ott be kell lőni a helyzeteket. És amit Kevin Konstantin is mondott a második harmadban, hogy ott több gólt kellett volna, nem csak egy gólos előnyt kiharcolni. Igen, tehát az egy olyan vihar volt, ott maradok ennél a képnél, hogy ott el lehetett volna süllyeszteni az ellenfél hajóját, nem tette meg, és utána a szoros meccsen egy felszabadultan kevés veszíteni valóval bíró csapat végül túlérte ezt, egyenlített, és utána pedig a büntető az meg egy ilyen, ott már a technikás játékosok is tudnak érvényesülni, nem kell ütközéstől tartaniuk, és ezzel pedig behúzta a BL ezt a, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, ezzel a névvel a legnagyobb siker. Így van. És most egy évig mindenképpen övék lesz az a trófea, övék a Magyar Kupa, hogy készülhetnek most a trófeával a fotók, a közös fotók, a szelfik, meg minden más. Még annyit, hogy most volt ugye ezen a mai napon 6-3, meg egy kicsi hosszabbítás. A bronzmeccs első játékrészét leszámítva kifogástalan játékrészeket, hoki szempontból szakmailag nagyon jó harmadokat, szakaszokat láthattunk. Akkor meg is válaszoltad azt, amit zárásként szerettem volna tőled kérdezni, hogy milyen szakmai tanulságot vonsz le ebből a hétvégéből. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet.
a 2022-23-as szezonban, tehát a Magyar Kupát a férfiaknál a Budapesti Jégkorong Akadémia nyerte. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Minden jót!